Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Előző videómban elmondtam a keresztényi magatartás szükségességét, a jótékonyságot, az adokozó szellemiséget és annak rendkívüli hiányát a mai magyar közéletben, társadalomban. Miért tettem mindezt? Azért, mert a mostani Magyarország és a magyar vezetés, a magyar kormány keresztény Magyarországban, keresztény Európában gondolkozik, és ennek függvényében hangzott el az az igény, az az óhaj, hogy szeretnénk már látni, hogyha adakoznának és pénzt adnának az embereknek, a rászorulóknak, mert mindenki rászoruló. Egyébként a pénzen kívül a leginkább talán egy kis önbizalomra vagy jókedvre szorulunk rá, a boldogságra. Rólunk, magyarokról sokszor és igazán joggal lehet hallani, tehát helyes ez a megállapítás, hogy pesszimisták vagyunk. Ennek oka ismeretes. Azt mondják, hogy már Szent István korában elromlottak a dolgok, mert ez az ország mindig rossz lóra tett. Például nem kellett volna megállni itt a Kárpát-medencébe, hanem el kellett volna menni egészen a Mediterráneumba, vagy jobb, melegebb éghajlatokra, hogy ott talán jobban éreznénk magunkat. Ezek nem így vannak, ezek butaságok. Afrikai barátaink is elmesélik azt, hogy ők is fáznak. Ha már nem 40 fok van, hanem csak 20, akkor már fáznak. Nekünk a 20 fok az még teljesen megfelel. Tehát mindenhol a világon, ahol az eszkimók élnek, vagy ahol egyenlítői Afrikában az emberek, mindenhol fáznak, amikor nekik hideg van, és már pedig mindenkinek hideg van, mert ha azt szoktok meg, hogy plusz 30 fok, akkor a 10 fok az már bizony hidegnek számít. És nagyobb hőingások is vannak természetesen mindenhol a világon. Ez az egyik. A másik az, hogy mi már annak idején, amikor a görögök még csak kezdték a dolgaikat, tehát sok-sok ezer évvel ezelőtt, mi már akkor jól éltünk és magas kultúrával rendelkeztünk. A görög kultúra meghatározó mind a mai napig az utóbbi évezredekben az egész európaiság, sőt a világ kultúrájában is nagy tiszteletnek, elismerésnek örvend. A görög művészetek, a görög bölcsesség, filozófia, hogy csak néhányat említsünk, ezt a világon mindenhol respektálják. Na most, amikor ezer évvel ezelőtt az államalapítás környékén, tehát Szent István idejében elromlottak a dolgok, és idegeneket hívott be magyarok ellen segítségül, akkor hát gondok voltak, az biztos, de azután még sokszor sikerült. És mind a mai napig így van. Sikerült, sikerülhet most is ezen változtatni. És ha belegondolunk, hogy ez az eltelt ezer esztendő egy pillanat volt az emberiség történetében, egy nagyon rövid időszak volt az emberiség történetében, akkor ugyancsak örülhetünk annak, hogy nem csak Mátyás király volt igazságos, illetve az, hogy igazságos volt, az azt jelentette, mert azt mondják elsősorban, hogy a magyar királyság időszakában, tehát Szent Istvántól elromlottak a dolgok, de még azt követően 500 évig is mi voltunk a világ egyik vezető hatalma, középpontban voltunk, tehetősek voltunk, és nagy tekintélynek örventünk. Ezt akik olvasnak és ismerik az idegenek íróinak, írástudóinak, bölcseinek
a történelmi ismeretéből fakadó magyarokkal kapcsolatos gondolataikat, azok tudhatják, hogy mekkora nagy csodálattal figyeltek bennünket mindig. Aztán elmúlt ugye megint 500 év, és akkor most itt tartunk, ahol tartunk. De amikor a görögök története kezdődött, a legesleg elején, úgy az Íliásznál, az Odüsszeiánál, az aranygyapjú kutatásánál, hát az nem volt más, nem volt egyéb, mint hogy a görögök hajóra szálltak, még kezdetleges körülményeikből a kultúrát próbálták meg elsajátítani, ellopni, megismerni, ez volt az aranygyapjú szimbolikája. És elindultak ugyebár a Boszporusz szoroson keresztül, a tengeren át, Szkítiába, vagyis a Fekete tengeren hajóztak keresztül, és eljutottak mi hozzánk. Az ottani királyságban megtalálták az aranygyapjút, és onnantól kezdve a görög történelem ismert, jött a szobrászatuk, a művészetük, az építészetük, a filozófiájuk, és mondhatjuk, hogy mi már előbb ott tartottunk, ahol ők, és nem csak rövid idővel, hanem 5-10 ezer évvel ezelőtt mi már a világ legősibb népe voltunk. Ezt mondták rólunk az egyiptomiak, akik a görögök előtt voltak. A magyarok, a hunok, a szkíták, a szittyák, a sumérek, a pártusok, az áriák, és még sorolhatnánk, hogy kik, ugyanazok. Ahogyan azt mondják, hogy Hungarian, vagy Ongroa, vagy Ungárn, vagy Magyar, vagy Hun, Hungária, ez mind ugyanazt jelenti. Vegyük észre. A szittya, a hun, a magyar, tehát a szkíta, akiktől a görögök szerezték a műveltségüket. Na, azok vagyunk mi. Minden országnak föl lehetne hozni a példában, hogy mi az ő azonosságuk. Ugyebár azt mondják, hogy az egyik nép azt mondja, hogy germán, már a németekre, a másik azt mondja, hogy alemán, a harmadik azt mondja, hogy deutsch, ugye, önmeghatározás, a magyarok azt mondják, hogy német, de ez mind ugyanaz. Ez mind ugyanaz. Tehát mi vagyunk azok, a bizonyos szkíták. Mi magyarok. Adi is mindig ezt mondta, hogy a szkíta nemzet, a szittya magyarság, a szkíta magyarság, a hun Attila, a magyar Attila, hun és magyar testvérpár. Jó, ezt remélem azért már mindenki tudja. Viszont amikor elérkezett a finnugor elmélet az 1800-as évek második felében, és hódított mind a mai napig, illetve hát nem hódított, hanem kötelezővé lett téve, na az mondja ki a sok sületlenséget és marhaságot velünk kapcsolatban. Mivel mi 5-10 ezer évvel ezelőtt is magasan voltunk, magasan az egész világ felett, nincs okunk panaszra, mert ez a rövid idő, ez az utóbbi 500 esztendő, ami Mátyás óta eltelt, ez nem sok, ennyi. Elenyésző időszak a világ történetében, és nincs okunk pesszimizmusra. Amikor az 1800-as évek második felében kialakult, hogy mi lesz a magyar himnusz, amit ugyan 1823-ban Kölcsey megírt, de sokáig a fiókban hevert, és valamikor úgy az 1800-as évek vége felé Pest-Buda egyesítése és az egyebek közepette ismét csak azt mondták, hogy ennek az országnak három, legalábbis három himnusza van, nem ez a pesszimista, ez a bal sors, akit régen tép himnusz, hanem ott volt a
Rákóczi induló, a szózat és a himnusz. Tehát az a dolog, hogy kialakították, hogy de legyen a himnusz az igazi, az egyeduralkodó, a Kölcsey féle, az Isten áld meg a magyart, nem mintha nem lettünk volna 10 000 éven keresztül, meg 50 000 éven keresztül áldottak. Sőt, mi voltunk a világ számára az igazi áldás, a kultúrközpont. Mindenhol, ahol kultúrközpont volt a világon, Mezopotámiában, Egyiptomban, de akár más kontinenseken is, tehát egész belső Ázsiában és Európában, ahol kelták vagy bárkik éltek, és más kontinensen is, ahol kultúra egyszer csak létezett, érkezett, jött, született valami kultúra, annak a hátterében ott álltunk mi. Szóval nincs okunk erre a pessimizmusra, általában. Mondom, az ellenségeink ezt legalábbis jól kialakították, de a fejekből most már ki kell űzni, főleg a magyar tudatból, a magyar emberek gondolkozásából, hogy kik vagyunk mi valójában. Tehát nem azok a finnugorok, akiknek az a himnusza, hogy balsors tép bennünket, hanem bizony mi nemesek vagyunk, tiszták, keresztények, igazak, tehetségesek, és rendkívül ősik. Ancient, old, very old. Tehát ezek vagyunk mi, magyarok. Úgyhogy fel a fejjel. Szóval, amikor királynak választottak valakit az ókorban, azt azért tették, hogy a király megvédje az országát, a népét, az alattvalóit, az övéit. Tehát, ha jött az ellenség, akkor azért volt a király, még a törzsi időkben, meg a legrégebbi társadalmakban, de ez nagyon sokáig, hosszú, beláthatatlan időkig így volt, amikor már szervezettebb, nagyobb városállamokon túl is igazi nagy országokba, birodalmakba jöttek. A királynak mindig az volt a feladata, egészen a középkorban is, még azután is, hogy lóra üljön, és ha jött az ellenség, akkor levágja azt. Tehát kilovagoljon a határba, mert már híre jött, hogy jönnek a pusztítók, és akkor ő odament, és megvédte az országot. Leonidas király is ezt tette a görögöknél, a már említett görögöknél, hogy 300 emberével, 300 katonájával kiment, és a sok ezres, 30 000-es sereget megállította. A hódítókat. Tehát, és miért fontos ez? Azért, mert a király, a vezető, a mindenkori állam vezetői, tehát például most Magyarországon kormányzás van, a magyar kormánynak a feladata az, hogy megvédje az övéit, gondoskodjon az ő jólétükről, biztonságukról. És ugye legyen igazságos, ne hagyja szenvedni a népét. Tehát miért kell a királynak védeni a népet? Azért, hogy ne legyen neki rossz, azért kell kilovagolni, megvédeni, stb. Ha szenved a nép, akkor mit kell tenni a királynak? Azon kell változtatnia, segítenie. Azért jó, ha egy király olyan, mint Mátyás király, akiről följegyezték, hogy igazságos volt, mert ő nem tűrte, hogy szenvedjen a nép. Mit hallott, mit látott? Hogy sanyargatják a bírók, meg az egyebek vidéken a parasztokat, a lakosságot, akkor odament, meggyőződött róla áruhába, ő is parasztnak öltözött, megállapította, hogy bizony a bíró nagyon kegyetlen és goromba, és
megbüntette. Ebben nem az igazságosság a lényeg, hogy a bíró, aki az igazság osztó kellett volna, hogy legyen az igazság szolgáltatás maga, az rossz volt. Ebben ne ez a lényeg. Ebben az a lényeg, hogy az igazságos király egyszerűen csak a vezető, tehát a vezető nem hagyta, hogy a népe sanyarúságban legyen, és kárt szenvedjen bármitől is, a bírótól, bármitől is. Most Magyarországon már régóta iszonyatos szükség van, pénzhiány. Az embereknek komoly gondjaik vannak. Meg kellene nyitni az éléskamrákat, ami a mindenkori király feladata volt mindig is, évezredeken át, mert ez volt a király következő fontos ismérve és feladata, hogy miért is volt és van ő, hogy az ínséges időkben a magtárakat kinyissa és adjon a népnek enni, biztosítsa a boldogulását. Nos, kedves magyar honfitársaim, magyar emberek, tudjátok meg, hogy a vezetőinknek jelenleg ugyanez a feladata, hogy adjon nektek enni, inni, ruházkodni, és ne azt mondja, hogy de nem dolgoztál meg érte, akkor nem kapsz segélyt. Ez nem segély, ez nem segély. Ez az, ami a feladat. Ezt adni kell. Ezért vagy. Ezért vagyunk. Ezért van minden. Ezért volt minden, és most is csak ezért van még minden. Különben nem maradtunk volna meg. Úgyhogy jó lesz ezeket felfogni. Jó lesz, hogy nem a semmiből jöttünk és a sehová tartunk. Jó lesz, hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk mi valójában. És jó lesz, ha tisztában vagyunk önnön valóságos értékeinkkel. Azzal, amik mi vagyunk. Mert erről szól az egész. Legyetek vidámak és jókedvűek. Köszönöm a figyelmet.